sportágválasztót tartottak Szekszárdon. Minden eddiginél nagyobb összegre pályázhatnak a civil szervezetek. Nehéz helyzetben vannak a fiatalok. Kerékpáros barát Szekszárd. Sportágválasztó napot tartottak Szekszárdon, melynek célja, hogy a városban élő fiatalok megismerjék a helyben működő egyesületeket, valamint, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmódra. Általános és középiskolások hangjától volt zajos a városi sportcsarnok, ahol az önkormányzat, a Szekszárdi Sportközpont és a Polip Ifjúsági Egyesület szervezésében rendeztek sportágválasztót. A program célja, hogy a nap során a fiatalok és az érdeklődők megismerjék a városban működő sportágakat, valamint népszerűsítsék az egészséges életmódot és a sport szeretetét a résztvevők körében. A jégkorong az 1920-as évek közepén került hazánkba, ahol megfigyelhetően erősödik a női versenyzők száma. Jelen pillanatban Szekszárdon egy lányunk van, ő U14-es válogatott, amúgy Magyarországon jelenleg előrébb tart a lány jégkorong, az alcsoportos világbajnokságon szerepel, az azt jelenti, hogy a világ legjobb 8 csapata között van, és mi is próbáljuk, törekszünk arra, hogy minél több lány megszeresse ezt a sportot. A programon 23 szekszárdi székhelyű sportegyesület mutatkozott be, amelyek közül is kiemelkedő népszerűségnek örvendett a vívás. A közösség nagyon jó, az edzők is nagyon kedvesek, versenyekre sokat járunk, az eredmények is nagyon jók. Én különösen Komlón az utolsó fordulóba tavaly, második lettem a gyerekkorosztályba, serdülővel egyen magasabb korosztályba, meg harmadik helyezést értem el. A gyerekek kihangsúlyozták, hogy a sport teljesítményen túl az egyik legfontosabb a csapat összekovácsoló erő és a jó közösség. 2 éve vívok, és úgy találtam rá erre a sportra, hogy már én régebb óta nagyon szerettem volna vívni, csak én nem tudtam, hogy hol lehet vívni. Utána megtaláltam ugye az egyesületet, és egy nagyon jó közösséget alkottam, és mindenki olyan kedves, és ajánlani tudom egyszerűen a vívást, mert egy aktív sport, és hogy bármi megtörténhet. A legnagyobb érdeklődés ezúttal is a labdajátékok iránt volt, amik szinte a teljes küzdőteret megtöltötték, azonban itt is megmutatkozott, hogy minél kisebb korban lerakjuk az egészséges életmód alapjait, annál nagyobb valószínűséggel beépülnek azok a gyerek, és később a felnőtt mindennapjaiba. Ha sportolnak, akkor erősebbek is lesznek, meg így, így egészségesebb, hogyha sportolsz, mint hogyha nem csinálna semmit, hanem csak a számítógép előtt ülnél. Kint az atlétikával, a modellezéssel és a rádió amatőrökkel ismerkedhettek meg a gyerekek, akik bent a küzdősportoktól a versenytáncon át, az egyéni és a csapatsportokig mindenben kipróbálhatták magukat. A Civil Info című országos tájékoztató sorozat részeként ezúttal Szekszárdon tartottak sajtótájékoztatót a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának munkatársai. Az eseményen többek között a pályázati lehetőségekről tájékoztatták a szervezetek képviselőit. Civilek, civil szervezetek vezetői, tisztségviselői töltötték meg a Vármegyeháza dísztermének széksorait. A Dunamenti Polgári Egyesület, mint a Tolna Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa szervezésében valósult meg, a Civil Info NEA 2024 országos tájékoztató rendezvény szekszárdi előadása, amelyet a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárságának munkatársai tartottak egy sajtótájékoztató keretében. Mai nap folyamán Tolna Vármegye civil szervezet vezetőit azért hívtuk össze, hagyományosan szeptember hónapban, mert közeleg a Nemzeti Együttműködési Alap úgynevezett NEA pályázatoknak a kiírása, és ilyenkor az államtitkárság helyettes államtitkár úr, illetve a fosztály munkatársai gyakorlatilag egy országjárás keretében eljönnek, és közvetlenül bemutatják a civil szervezeti vezetőknek a kiírandó pályázatokat, azoknak a lehetőségeit, tartalmait, pályázatoknak a szakmai, tartalmi követelményeit. A civil szervezetek sokat tesznek a közösségért és azok kialakításáért.
különböző rendezvények, programok szervezésében, a kultúra, az egészségmegőrzés, egyéb szociális ügyek és tevékenységek érdekében. Széles körű az a paletta, amelyben feladatot vállalnak. A fő célja a mostani rendezvénynek, hogy tájékoztassunk a pályázati alapokra, amik megnyíltak, az egyik megnyílt, és a másik még meg fog nyílni. Ami megnyílt, az a Városi Civil Alap, egy 4,8 milliárd forintos keret, és a másik pedig a NEA, a Nemzeti Együttműködési Alap, ami 11 milliárdról 14 milliárdra növekszik majd jövőre, tehát ugye ezek jövő évi pénzek, amikről beszélünk. Tehát jelentős növekmény van a civil alapokban és a civilek számára. Munkájukat évről évre támogatja a kormány, a Nemzeti Együttműködési Alap 2024-es forrásaira is pályázhatnak majd idén októberben. Az elnyert összegeket pedig várhatóan jövő év márciusáig utalják ki az érintetteknek. A vármegyeszéke is igyekszik segíteni a civilek munkáját. A Városi Civil Alap célja az 5000 fő feletti lakosság számú településeken székhellyel rendelkező értékteremtő civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázati úton történő támogatása. Egyre nehezebb helyzetben vannak a fiatalok az őket érő digitális ingerek miatt. Erről beszélt Gult Ádám, média kutató, a Matthias Corvinus Kollégium által szervezett rendezvényen. A szakember szerint az internet túlzott használata akár a memóriának is árthat. Hogy a fiatalokkal mi történik, mert mindig ez a legizgalmasabb. Azt látjuk egyébként, hogy a média hatásaira, egyébként negatív hatásaira leginkább az idősek és a legfiatalabbak tehát ők veszélyeztetettek. Gyilkos harc a figyelmünket címmel tartott előadást Gold Ádám generáció kutató Szekszárdon. Az esemény alkalmával tágabb képet kaptunk az Z és alfa generációkat leginkább sújtó problémákról, így az elmagányosodásról, közösségi média függőségről, leépülő memóriáról, illetve kötődési nehézségekről. Alfa generációnál aktuális, ezek azok a fiatalok, akik 2010 után születnek, tehát ők jelenleg legfeljebb 12-13 évesek. Ezek a gyerekek szintén úgy nőnek fel, hogy rengeteg időt töltenek, már nem csak az online média világában, hanem digitális okos eszközök társaságában, ezért még fokozottabb veszélynek vannak kitéve, hiszen ezek az eszközök nagyon egyszerűen használhatók, nagyon minimális tudással már lehet tartalmakat fogyasztani ezeken, és ezért tartom nagyon lényegesnek, hogy a szülőknek minél előbb felhívjuk a figyelmét arra, hogy akár már néhány hónapos kortól figyeljenek arra, hogy a gyermek milyen kontextusban, hogyan kerül kapcsolatba a médiával, hiszen sajnos a legfrissebb kutatások szerint akár már 2-3 éves médiafüggő gyerekekkel is lehet találkozni. Itt is megmutatkozik a szülői felelősség. Így tehát segíteni kell a gyermekeket a veszélyek felismerésében, de abban is, hogy ki tudják használni az internet adta előnyöket, azaz megtanulják a digitális műveltség alapjait. Két oldalról is érintett vagyok. Egyrészt 3 gyermekem van, kisiskolások, és megy a harc otthon a figyelemért, illetve a nem elektronikus eszközökkel eltöltött időért. Másrészt másik oldalról is érdekel a dolog, marketing szempontból, PR szempontból, hogy hogy lehet megkapni, vagy megszerezni a figyelmet. A gyerekek akkor tudják hatékonyan használni az internetet, ha felkészítjük őket arra, hogy a használat során okos döntéseket hozzanak. Be kell vezetni a családban egy olyan média használati protokollt, amiben mindenki beleegyezik, amihez mindenki tartja magát. Egyébként az ajánlások szerint célszerű lenne 2 éves kor alatt teljesen tiltani a digitális eszközök használatát, utána fokozatosan bevezetni napi 5-10 perces média használattal, de szerencsés esetben 10-12 éves korig a média használat az mindig a digitális média használat az mindig a szülői jelenléttel párosul, tehát elsősorban arra kellene törekedni, hogy ez ne egy vég nélküli és ne egy magányos tevékenység legyen. Másrészt pedig bizonyított, hogy a szülők média használati szokásai közvetlenül befolyásolják, hogy gyermekeik mennyi időt töltenek a technológiai eszközökkel. Hát ez a generáció már nagyon más, mint mi. Néha az az érzésem, hogy így együtt születtek a telefonnal és a számítógéppel.
ők már kisiskolás korukban ezt tanulják az iskolába, és már kisiskoros korukban ügyesebbek voltak, mint én például. Ez a Covid időszakban jött nagyon elő, akkor éreztem igazán hátrányát annak, hogy én nem értek hozzá, ők viszont igen. Ez nekik nem volt hátrány, ez nekem volt szülőként hátrány. Sok dologgal próbálkozom otthon, hogy visszafogjam. Az olvasás szeretete eddig bevált. Szerencsére nagyon szeretnek olvasni, de ezt még egész kisgyerekkorba kell elkezdeni. Én azt gondolom, hogy először könyv és utána elektronika. Előreláthatóan minél több időt töltenek a szülők böngészéssel vagy tévénézéssel, a gyerekeik annál többet tartózkodnak az online térben. A tiltás az semmiképpen nem vezetett jóra. Mivel jobban értenek hozzá, mint én, kikerülik azokat a kapukat, amit én tudok ebben csinálni. Mindig, mindenkor megbeszéljük azt, hogy most mennyit. Egyébként ugye korosztály függő is, hát én 2 órától... tábláztam be, de igazából sokkal több időt töltenek ott, mint amennyit én szeretnék. Ezt észben tartva jobban tesszük, ha korlátozzuk nem csak gyermekeink, hanem önmagunk számára is a képernyők előtt töltött időt, hogy ne érezzék, hogy versenyezniük kell a figyelmünkért. Én elsősorban a fiatal generációkkal, a Z-generációval foglalkozom. A legfrissebb kutatások alapján egy átlagos Z-generációs, átlagos figyelem időtartama 2,5 percre csökkent az elmúlt években, és talán még ennél is érdekesebb információ az, hogy egy fiatal figyelmének a felkeltésére mindösszesen 3 másodpercünk van, tehát hogyha ennyi idő alatt nem kap olyan érdekes információt, olyan érdekes tartalmat, ami megragadná a figyelmét, akkor el is vesztettük. A Z-generációba azok a fiatalok tartoznak, akik 1995 és 2010 között születtek, és őket nevezzük az első digitális nemzedéknek, hiszen ők azok, akik beleszülettek a digitális forradalomba. A szakértő hozzátette, hogy az ő életükben a legmeghatározóbb szociális tényezőként jelenik meg az online világ, és ebben töltik az idejük nagy részét. Manapság egyre gyakrabban halljuk az angol szövegekben az AI kifejezést abban az értelemben, hogy mesterséges intimitás. És az a helyzet, hogy a kortárs társadalmakban ennek egyre nagyobb a jelentősége. Itt megint a közösségi média által keltett illúziókra lehet gondolni, arra, hogy vannak olyan Z-generációs fiatalok, akik úgy élnek meg párkapcsolatokat, hogy a valós térben és időben ezzel a személlyel nem is találkoznak, hanem tulajdonképpen az applikáción keresztül virtuálisan zajlik egy kapcsolat. Egyre nagyobb trend az, hogy már nem személyesen ismerkedünk, hanem különböző virtuális applikációkon keresztül. Jelenleg a fiatalok közel 60-70%-a számol be arról, hogy a párját valamilyen online digitális alkalmazáson keresztül keresi. Ami nagyon megtévesztő és nagyon sok problémát okoz, mert ezek az applikációk valójában sokszor nem a valóságot mutatják, másfelől egy végtelen választási lehetőséget, vagy ennek az illúzióját kínálják fel, és ezért nagyon sokan úgy gondolják, hogyha valakinek már nem úgy áll a haja, vagy nem tetszik a szeme színe, akkor már tovább is lépnek, és a valódi, mélységi ismerkedés pedig egyre ritkábban jön létre. Megfigyelhető az is, hogy a legtöbb esetben ezek a kapcsolatok csak virtuálisan léteznek, amik nem elégítik ki az ember kapcsolódási igényét, és ezek a platformok valójában csak a társaság illúzióját tudják megteremteni. A legtöbbször hát az Instagramot meg a TikTokot szoktam használni, azok így lekötnek, meg igazából szerintem az osztálytársaim is, meg a barátaim is legtöbbször azt használják. Hát nehéz, mert el lehet veszteni, állandóan pörgetjük, és akkor újabb videók vannak, újabb tartalmak, és akkor így mindig ad valami újat. És igen, szerintem ez baj egy fokon túl, hogy nagyon sokat használjuk az internetet. A kutató kiemelte, hogy fontos tisztában lenni mindenkinek, hogy milyen problémákkal küzd korunk globális és digitális nemzedéke. Egymást követték az óvodás és iskolás csoportok a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvényén. Ez alkalommal a kerékpár használatot népszerűsítette a központ. Marika néni, te kell egy picit szorítani. Marika néni.
Egymás után vették fel a sisakot és a láthatósági mellényt a gyerekek. Többek között a KRESZ és a biztonságos közlekedés szabályait sajátíthatták el azok a fiatalok, akik részt vettek a kerékpáros barát szexárd elnevezésű programon. Itt a kerékpársportnak, meg nem csak a sportnak, hanem a kerékpározásnak a népszerűsítéséről szól. Eléggé nagy a ökológiai lábnyomunk, eléggé nagyok itt a karbonlábnyomok, meg mindenféle lábnyomok, szóval nem árt odafigyelni a környezet védelmére, és hát mindenkit korosztálytól függetlenül arra buzdítani, hogy pattanjon bringára, üljön kerékpára, sportos, jó megmozgat, és egy sokkal-sokkal egészségesebb életmód, mint állandóan kocsiba beülni, és akár A-ból B-be, rövid A-ból rövid B-be eljutni autóval. Úgyhogy ez a mai nap, ez 100%-osan a kerékpárnak a drótszamárnak, a bringának a népszerűsítése. A rendezvényen egymást követték az óvodás és iskolás csoportok. Akik itt a hátam mögött található kresszpályát próbálhatják ki, de van oldtimer bringás kiállításunk, mert ugye a biciklikben is vannak oldtimerek. Megérkezett a Handa Banda, ugye egy szuper jó kis koncerttel, egy nagyon jó hangulatú interaktív koncerttel kedveskedjen a megjelenteknek. A gyerkőcöknek egy kis ajándékot is biztosítunk. Aztán vannak kiállításaink is, tehát ugye... Szexárd nagyon gyakran összeforra borral, hát nagyon-nagyon legendás Szexárdon a kerékpársport múltja is. Elég például, hogyha csak a Gemenci nagydíjat említem. Fönt a Placi Ifjúsági Közösségi téren van egy kiállítás, a Gemenci nagydíjról azt lehet megtekinteni. Mi pedig itt a színpad előtt található bannerekre helyeztünk archív fotókat, amelyek azt gondolom atmoszférájukban jól visszaadják, hogy mit jelentett a kerékpársport Szexárdon. De tényleg, tehát vannak ezek a kiállítások, aztán délután érkezik Knézi Jenő, televíziós sportkommentátor, ő vezet majd egy pódiumbeszélgetést, este pedig Mr. Igen koncerttel készülünk. Tehát ezen a napon minden a kerékpárról és annak népszerűsítéséről szólt a Tolnai Vármegye székhelyen. A szervezők egyébként a projektnek köszönhetően egy több mint 32 kilométeres biciklitúrára is invitálták az érdeklődőket a Gemenci erdőbe. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!